Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Ma este Marosvásárhelyről beszélgetünk, arról a városról, amelyre nagyon-nagyon sokan figyelnek Erdély szerte. Arról a városról, amely frontvárosként vonult be a közéletbe, a virágok városaként. Arról a városról, amely sok minden lehetne, ha nem akadt volna meg a fejlődésben, de ez már a múlt, 4 éve új helyzet van. A főszereplőnek egyesek szurkolnak, mások annak szurkolnak, hogy a főszereplő mielőbb elhassaljon. Vannak olyanok, akik szerint már elhassalt, és másnak kell jönnie. Ma arról beszélgetünk, hogy mi történt az elmúlt időszakban Marosvásárhelyben. Kellett-e kerülgetnie a főszereplőnknek a szándékosan botlasztókat, és ment-e a világ előrébb Marosvásárhelyen? De természetesen így a kampány kezdethez közeledve a választási küzdelem előkészületeiről is szó lesz. A már említett főszereplőt köszöntöm, Sors Zoltán, jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meg hívásunkat. Jó estét kívánok, és köszönöm a lehetőséget. Polgármester úr, az elkövetkezendő időszak mennyire lesz küzdelem? Én azt mondtam, hogy választási küzdelem előtt állunk. Küzdelem lesz? Most azért is kérdezem, mert a nagy román összefogás, amit Ciprián Dobré prefektus úr belebegtetett, az nem történt meg. Egyelőre nem történt meg. Hát az elmúlt 3,5 év az egy kemény küzdelem volt, tehát én nem úgy érzem, hogy most kezdjük. Ez az egésznek ahogy szokták mondani, a végső csata zajlik, ugye? De hát gyakorlatilag az elmúlt 3,5 évben ment a küzdelem folyamatosan, hiszen mindenhol, ahol lehetett, próbáltak akadályozni, és ahogy lehetett, mi is, ahol tudtuk, ugye átszerveztük az igazgatóságokat, cseréltük az embereket. Tehát persze az, hogy egy ekkora méretű adminisztrációt átszervezünk egy olyan adminisztrációval, ami jól működik, harmonikusan összedolgozik, nem akadályozni akar, hanem megoldani akar problémákat, hát ez legalább 8-10 év. Ugye Emil Bokka beszélve egyszer rákérdeztem arra, hogy akkor ő ezt hogy oldotta meg Kolozsváron, azt mondta, hogy hát higgyem el, hogy 10 év után is még küszködött funár emberekkel az adminisztrációba, pedig hát azért Emil Bokk ugye román miniszterelnök volt, mögött állt a titkosszolgálat, belügy, mindenféle, amit tud segíteni, és még ő is vergődött ezzel a problémával. El lehet képzelni Marosvásárhelyen, ahol nem mondható el ugyanez, hogy most a fél román apparátus Bukarestől mellettünk állna feltétlenül, tehát így is kell nézni a dolgokat, ettől függetlenül nem érzem úgy, hogy meghátráltunk volna egy percet sem, mert a cél, amit ezelőtt nem is 4 évvel, hanem 8 évvel kitűztünk, hogy a várost újra mozgásba hozzuk, azt a célt úgy érzem, hogy részben elértük, sok mindent elindítottunk a városban, de ahhoz, hogy ezek beérjenek, hiszen már 2020-ban azt mondtuk, hogy egy polgármester, aki komolyan akar egy várossal foglalkozni, nem 4 évre tervez, tehát a 4 évvel ezelőtti kampányprogramot meg lehet nézni, 10 évre terveztünk. Pontosan azért, mert tudtuk, hogy lesz egy csomó belharc, mert idő lesz, amíg eltávolítjuk azokat az embereket, amelyek fékeznek, idő lesz, amíg a projektek beérnek, idő lesz, amíg az engedélyeket beszerezzük, és ténylegesen sok helyen elindul a munka. Van, amit sikerült elindítani, valamit sikerült lezárni, és van, ami ezután fog elindulni, de én mindig azt mondom, hogy ha megvan az akarat bennünk, ha megvan az akarat a Marosvásárhelyekben, akkor ezt a munkát tovább lehet vinni, és be lehet fejezni. Szeretném, ha beszélnénk arról, hogy mi az, amit sikerült megvalósítani, és mi az, ami elmaradt, mi az, ami hamarosan megvalósítható. De maradjunk még picit a Nemzeti Liberális Párt, Szociáldemokrata Párt összenem borulásánál. Ez nyugalommal tölti el önt, vagy kissé áthallásosan fogalmazva a kampánygépezet május 9-ét a nyugalom tengerén landolhat? Úgy gondolom, hogy ezeknek, és eddig se a kampánycsapat nem arra figyelt, hogy mit csinálnak a liberálisok vagy a szocdemek, hanem arra figyelt, hogy mi a mi üzenetünk Marosvásárhelyen, mi az, amit mi akarunk oldani. Mi ez az üzenet? Hát elsősorban azt, hogy ugye folytatjuk Marosvásárhelyen a munkát. Azt, hogy a város sikeres legyen. És ez a legfontosabb, amit el kell mondani az embereknek, hogy mennyi minden történt eddig. Ugyanígy folytatni akarja a munkát a város 4 évvel ezelőtt búcsúztatott polgármestere, Dorin Flóra is azt mondja, hogy vissza a munkába.
A vissza a melyik munkába? Abba, hogy a várost lepusztította, vagy melyik munkát szeretné folytatni, mert nem láttuk az eredményeit. Tehát pontosan ezért történt a váltás, hogy egy stagnáló, visszafele fejlődő és elszegényedett várost hoztunk egy olyan szintre, ahol napi szinten vannak beruházások, munkálatok, és persze ezeknek megvan a kellemetlen oldala is, de ezt Bolozsánnal beszélve Nagyváradon azt mondta, hogy kolléga úr, engem is ugyanúgy szittak minden nap a nagyváradiak, amíg meg nem lett. És utána neki mondta, hogy hú, de jó. Tehát ez ezzel jár, amikor a lakásba otthon festünk, akkor is jó néhány napot vagy hetet bosszankodunk, amíg aztán elérjük azt a kellemes érzést, hogy na végre egy felújított lakásba ülünk. Ez nincs másképp egy városfejlesztésben sem. És hát mi az, hogyha Flória visszatér? Tegyük fel azt a kérdést számunkra, tegyük fel őszintén ezt a kérdést, mi lesz ebből a városba? Megint az lesz, amit néhány román párt akar. Tehát, hogy ezt azért jól láttuk, hogy nem tiszteltek bennünket, magyarokat. Ott voltunk a tanácsban, volt olyan, hogy tanácsi többségünk volt, de ennek ellenére nem sok beleszólásunk volt, hanem inkább megaláztatásban volt részünk, és hát egyértelmű, hogyha visszatér Flória, az szinte azt lehet mondani, hogy örökre elveszítettük Marosvásárhelyt. Egyszer ugyan hibáztak a román pártok, de szerintem még egyszer nem fogják látni, hiszen láttuk, hogy látták azt, hogy képesek voltunk összefogni, képesek voltunk győzni, és ezt nem engedhetik meg maguknak még egyszer, hiszen frontváros Marosvásárhely. Az, hogy most a PSD-PNL-é összefogás nem sikerült, természetesen ez egy könnyebbség, de azt nem jelenti, hogy hátradőlhetünk, vagy bármi is változna a mi stratégiánkban, hiszen megtörténhet, hogy az AUR-ról fog szövetkezni Flória, nem áll messze tőle az AUR-nak a propagandája, hiszen korábban 20 éven át jól éreztük, hogy úton útfélen megalázta a magyarokat. És mézes-mázas volt ugyan helyenként velünk, de nem érdekelt a közösségünk, és természetesen egy olyan koalíciót fog létrehozni, amennyiben nyer, amiben az RMDS-nek egy másodlagos vagy harmadlapos szerepe van, és nincs helye a magyaroknak a városvezetésbe. Jól láttuk, 20 évig volt magyar alpolgármester, és mit értünk vele? Az eredmények nagyon-nagyon elmaradtak a vártól. Azért küzdöttünk, hogy a Bolyainak legyen építési engedélye. Azért küzdöttünk, hogy az egyházak a jussukat, az alattuk levő telket le tudják telekelni, és ezt használta a zsarolásnak Flória, hogy az RMDS megszavazza az ő pénzeit, amit nem a városfejlesztésre fordítottak, hanem a futballra, és a Claudio Major szállítási cégére ment el a város nagy része, a pénzének a nagy része, mi pedig felújítottuk a közszállítást, felújítottuk az utakat, az iskolákat. Ez a különbség, ez a kontraszt a két városvezetés között. Még egy kérdés a kezdődő kampánya kapcsolatosan. Tart ön a Dorin Flória indulásától? Tart attól, hogy milyen kampányt fog folytatni? Mert azt látjuk most, hogy már belendült, és már ekézi Sors Zoltánt, vagy Sors Zoltán az elmúlt közel 4 évben megedződött, bírja. Nem tartok Flóriától, nem tartottam azelőtt sem, sőt akkor sem tartottam, amikor mondhatni az egész magyar politikai elit 2016 előtt, most nem a csúcsvezetőkre gondolok, hiszen ők többször felvállaltak a küzdelmet Flóriával szembe, de azért senkinek nem, hogy mondjam, nem állt szándékába szembe menni 2016-ban például Flória a Major párossal, mert hát tudták, hogy az rengeteg kellemetlenséggel fog járni, zaklatások, feljelentgetések. Ugye nekem is már a múzeum vezetésnél volt 3 déniás dosszárom, csak azért, mert szembe mentem velük. Én akkor se ijedtem meg, hiszen nagyon jól tudtam, hogy nincs semmi a kezükbe, amivel zsarolni tudjanak. Én nem akarok törvénytelenséget, én a várost akarom segíteni, és részben azt, hogy fejlődjön, részben azt, hogy megszabadítsuk a várost ezektől az élősködőktől. A közösségi média oldalán látok egy bejegyzést, amiben arról az 5 lépésről ír, amellyel, mint fogalmaz, jobbá tettük a tömegközlekedést Marosvásárhelyen. Melyek ezek a lépések? Illetve, hogy mikor fogunk látni mindent, ami a tömegközlekedéssel kapcsolatos, mármint, hogy minden olyan intézkedés élesítve lesz, amit terveznek? Most már a fejlesztések a tömegközlekedésre minden látszik, nem minden működik még, de ott vannak fizikailag ugye a köztereken. Hát az első és legfontosabb ugye az, hogy a lerobbant 80 járművet kicseréltük 126 új busszal,
hogy majdnem kétszeresére növeltük a járatok számát, tehát rengetegszer nagyon gyorsan jönnek a buszok, nem kell sokat várni, mint régebb, hogy egy órát vártak esetleg, és természetesen tiszta, korszerű, modern autóbuszokon utazunk, ahol télen fűtve van, nyáron meg légkondicionálva van, hűtve van, tehát mindenképpen ez egy hatalmas minőségi váltás, nem csak a járművek szempontjából, hanem az, hogy tudjuk, hogy mikor jön a busz, ki van téve egy menetrend. Ezek az alapvető kérdések nem voltak megoldva. Mikor ez digitális menetrend, mert hogy mindenki ezt várja, hogy ne egy karton vagy egy műanyaglapról kelljen olvasni, hanem digitálisan is. Így van, tehát amit még elintottunk már, ugye a bankkártyával való fizetés a buszokon, hiszen ezt is a fiatalok sokszor kérték, miért nem lehet telefonról vagy bankkártyáról fizetni, most már ez is működik, tehát a tömegközlekedést is örülnek ennek, hogy nem hát nyilván nekik is egy könnyebbség, hogy nem kell a vezetés mellett erre is figyelni. Ugye megépültek az új megállók, 137 új megállóról beszélünk, és hát ezeknek egy része már elindult az áramellátás, hiszen most ennél a fázisnál tartunk, mind az összes autóbusz megállnak külön, villanyóra kell külön engedély, építési engedély, és mindegyiket külön be kell kapcsolni az áramellátásba. De ezek a buszmegállók ugye kényelmesek, zöld tetővel rendelkeznek, tehát már is növeltük a város zöld felületét. Egyrészt oxigént termel, másrészt megköti a nyári port, és ugye ha nyáron süt a nap, ez a vastag tető szigetel is, tehát nem fog a napsütés átsütni rajta. Télen megfűthetőek ezek a buszmegállók, hiszen a nagyobb központokban mindenhol már télen egy pár helyen el volt indítva, ugye egy infra melegítő van betéve, ami az utazók kényelmét szolgálja, tehát szerintem ez mindenképpen egy hatalmas lépés az eddigiekhez képest. Persze még két fontos elem van a buszmegállóban, az egyik az automata, amiről ugye az előbb kérdezett. Ezeknek ugyanúgy, ahogy megtörténik a villanyszerelés, úgy lesznek elindítva. Itt lehet kártyával, meg készpénzzel is fizetni, tehát lehetőség lesz a készpénzt kedvelőknek az, hogy ez a jog és ez a lehetőség megmaradjon. És ott vannak a korszerű kamerarendszerek minden buszmegállóba, ami biztonságérzetet ad, hiszen ezek 24 órából 24-et rögzítenek, bármi van visszanézhető, és azok a városrészek is, ahol úgymond eddig az a hír járta, hogy esetleg este nem biztonságosak, a buszmegálló környéken mindenhol az lesz, hiszen ezek a nagy felbontású kamerák bármikor könnyen visszakereshető és azonosíthatóak azok a személyek esetleg, akik randalíroznak, vagy rongálnak, vagy éppenséggel valamilyen személyt bántani akarnának. És hát ez egy modern tömegközlekedés igazából, hogy 137 buszmegállóval rendelkezve, ahol menetrendeket lehet látni, elektronikusan kamerázva van, és elektronikus buszvásárlás vagy jegyvásárlási lehetőség van. Van azonban még olyan felújított buszmegálló, amely építőtelephez hasonlít, az Egyesülés negyedi végállomás, ahol én szoktam felszállni például autóbuszra, ilyen, de ilyen a főtéren is, a Kossuth utcában lévő. Így van, vannak olyan buszmegállók, ahol még nem történt meg a munkálatnak a lezárása. Mi ez? Hát ez ugye a kivitelezőnek az ütemterve, hiszen a 137 megállót folyamatosan haladnak, kötik be, fejezik be a járdán a munkálatokat, tömik vissza a lyukakat, tehát elég sok elkészült már. A főtéri zónában jó néhány bulgártér, színháztér, a Kövesdombon is ugye most fejezték be a bekötéseket, és kezdik el elrendezni a burkolatokat, aszfaltot, tehát ez folyamatosan halad. A Jeddi úti végállomást azt remélhetőleg a héten befejezik, és ugyanúgy az Egyesülés negyedbe, ugye ott a Tó utcai végállomásnál is remélhetőleg nem sokára befejeződik. Ez is május végére ezek kész kell legyenek. Tulajdonképpen a munkálatok üteme az elektrikás engedélyeknek a függvénye, most hiszen ezen dolgozunk, hogy mindenhol meglegyen az áramellátás és betáplálási procedúra. Ezek sajnos hosszas procedúrák, nehézkesek, hiszen minden egyes buszmegálló, mint hogy házat építenénk, és utána rá kell kötni a villanyhálózatra, saját órával, saját felszereléssel. Ezt szeretnénk minél hamarabb lezárni. Ez egy írdatlan nagy papírmunka, nagyon hamar megvan, hogyha kész van a papír, de amíg nem kapjuk meg az engedélyt az elektrikától, addig ezeknél a buszmegállóknál még ott van az építőtelep. A modern tömegközlekedés mellett az ön által vezetett városvezetés modern Dózsa-György utcát is ígért. El is kezdődött a Dózsa-György utcának a felújítása. Hol tart most így százalékban kifejezve, mennyi van még addig, amíg
amíg olyan lesz a Dózsa-György utca, amilyennek megálmodták? Hát jelenleg körülbelül 55-56%-os a kivitelezési hányadosa. Tehát az a két nagy szakasz, amit elkezdtek, az alsó szakasz az valamivel jobban áll, jobban halad, tehát ott valószínűleg már május közepén át lesz adva a teljes felújítás mindenestől. A főtértől az állomás térig nagyjából ott is ez az utemterv, ott az elmúlt három hétben lelassultak a munkálatok, mert ott ugye a tervezésnél azt kértük, hogy a belvárosi övezet, ami a Laposnya utcától van, ott ne műkő legyen, hanem gránit legyen a burkolat, hiszen ez egy úgy gondolom, hogy egy erdélyi város belvárosában elvárható most már, hogy mindenhol minőségi burkolatok kerüljenek, főleg, hogyha erre tudunk támogatást is szerezni. Tehát én úgy gondolom, hogy a Marosvásárhelyeknek 20 év alatt a piskóta az egy elég rémtörténet, hiszen mindenhova piskóta került, és hát ezeknek sem a minősége, sem ugye az aspektusa nem volt vonzó, és igazából azt éreztük, hogy valahol egy nagyon átvert város vagyunk. Mindegy volt, hogy milyen városrészen dolgoznak, ez az ócska piskóta került mindenhova. Ezzel a felújítással is ugye véget vetünk ennek. Már ahol a burkolatok lekerültek, vagy el lettek helyezve, ott mindenhol a gránitot láthatják az arrajárók, és hát a jövő hét végéig ugye az ütemterv, hogy a mostani Avram Jankó szakiskola előtt is elkészül az utolsó járdaszakasz, gránit járdaszakasz, és elkészülnek utána a koptató réteg az állomástér és a főtér között, tehát ha minden jól megy, május közepén nagyjából ezeket birtokba lehet venni, ezeket az útszakaszokat, és a nyár folyamán, tehát ahogy elindul a vakáció, utána lehet szó arról, hogy a többi útszakaszt feltörik, hiszen akkor jelentősen csökken a forgalom, tehát iskola alatt nem lesz többet lezárás. A koptató réteget is csak hétvégeken teszik fel, tehát a koptató az már sokkal gyorsabban megy, és az 2-3 nap munka alatt meg lehet oldani. Mennyire ez gyalogos barát ez az új Dózsa-György utca? Itt említette polgármester úr a gránit burkolólapokat, valóban nagyon szépek, az, ami már le van fektetve, szép, csak hogy ha valaki megpróbál kerékpárral vagy babakocsival végigmenni ott, akkor igencsak nagyot kell lépni lefele, mert hogy a szegélykő az igencsak magas. Magas, mert még nincs feltéve az aszfaltra koptató réteg, tehát az sokat fog emelni, tehát csökken a szint különbség, egy pár centi marad. De úgy el tudom tolni a gyereket, hogy ne ugorjon ki a babakocsiból? Az biztosan nem fog kiugrani, de lesz egy kicsi szint különbség, hiszen a biztonság is nagyon fontos. Az nagyon sok helyen megfigyeltük, ahol nincs semmilyen különbség a járdas az úttest között, sokszor a gyalogos vagy a biciklis anélkül, hogy szétnézne, átmegy. Tehát egy valamilyen fizikai határ lesz, persze nem egy ilyen 10 centi, hanem egy 4-5 centis különbség marad. Ami fontos a Dózsa-Györgynél, sokan megkérdezték, hogy miért kellett ennek nekifogni, és miért nem mondjuk 4 év múlva. Egyrészt most volt EU-s támogatás erre. Tehát, hogy itt 30 millió lejről beszélünk, amit a város az Európai Uniótól meg tudott szerezni. Ha ezt nem hívjuk le, ez a pénz elvesztődik, és a terelőútnak az építés az nem függ össze a városi úthálózat felújításával, külön-külön forrásokból épül. A terelőútnál is ugye a 3 éves folyamat lejárt az engedélyeztetésnél, és az idén elkezdődik az első szakasz építése. Nem sokára a közbeszerzési folyamat indul el, és az onnan kezdődik az építkezés. Hát ez minden nagyváros esetében 6-8 év. Nálunk az a probléma, hogy nem 2010-ben kezdte el a visszatérni akkor a Dorin Flóri, aki 20 évig ugye nem csinált semmilyen infrastruktúrás beruházást, hanem 2021-ben kezdtük el, amikor átvettük a várost, és tudtuk, hogy mire van szükség. De visszatérve a Dózsára, ugye itt amellett, hogy van egy járda külön a gyalogosoknak, épül egy bicikliút, ami aszfaltozva lesz, tehát a bicikliseknek ez egy kényelmes haladást biztosít, és a rollereseknek is egyaránt. Zöldövezeteket rendkívül megnöveltük, és nagyon fontos az, hogy a főút mellett ugye sok helyen már nem volt parkoló, de a maradék helyen is felszámolódott, hogy ne fékezze a forgalmat, mert sokszor azért panaszkodunk, hogy nehezen lehet haladni. Hát nagyon
Több esetben a mérnökök a számításokból kimutatták, hogy a parkoló autók a forgalom 30%-át jelentik például a belvárosban, és ez rendkívül lassítja a forgalmat. Ha vannak parkolóházak, vannak kijelölt helyek, akkor viszont az autós már nem kell körözzön, hanem egyenesen oda megy. A Dózsa-Györgynél ugye a lakónegyedben, a Megyesfő lakónegyedben ott megvolt a szükséges számú parkolóhely a lakónegyedbe, tehát őket nem érintette hátrányosan. A főútnál pedig azoknak az üzleteknek, akiknek nem volt parkoló, ezt ki tudja alakítani, vagy a belső udvarban, vagy mellette, ugye hát például a Darinának van egy saját parkolója, és ezeknél segítünk a tervezésnél is mindenhol. A parkolóházakat említette az imént polgármester úr, és akkor, amikor 4 évvel ezelőtt jelentkezett a város vezetésére, akkor is parkolóházakat ígért. Elkezdődött munka a parkolóháznál? Az első parkolóháznál elkezdődött a munka, ugye ez a parkszálló mögötti területen. Mit jelent ez, még mindig nézik azt, hogy lehet-e építeni, vagy sem? Nem, vagy? Ezek most már a konkrét geofúrások mennek, hiszen nem sokára elkezdődik a mélyépítés, és ugye itt, amikor megjelennek a daruksa a mélyépítésre az eszközök, akkor nem lehet közben kiderüljön, hogy valamelyik talajréteg megtartása nem olyan, amilyen, és betörik például az oldalfal. Tehát pontosan kell tudni, hogy milyen vastagra kell fúrni ezeket az oldalfalakat, és ezeket megöntik, és utána ásnak be, úgyhogy ennek az előkészítési folyamata van, és várjuk az engedélyt a bekerítésre, hiszen erre is kell különengedély. Mekkora forgalmi káoszra kell számítsanak a Marosvásárhelyen? Nem fog forgalmi káoszt okozni, hiszen nem kell ezért ugye egyetlen utcát sem lezárni. Tehát a földet valamikor el kell oldani. Hát azt szállítják természetesen, azt a forgalom, ahogy megengedi, a Szabadság utcán ki tudják vinni, tehát ott megvan a fluxus, és nyilván a későbbi órákban könnyebben lehet dolgozni. A csúcsórákban mondjuk reggel 7 és 9 között valószínűleg nem fognak tudni haladni. Tehát akkor nem úgy lesz, mint a szemétszállításra, mert hogy többen látjuk azt, hogy a kukás autó reggel 7 és 8 között, amikor mindenki munkába igyekezne, akkor megindulnak dolgozni a fiúk. Igen, nagyon jó, hogy látjuk, hogy dolgoznak. És tiszta a város, csak hogy örülnénk, ha egy irány utcában nem kellene szambogni a kukás autó. Ilyenkor után lehet jelezni a cégnek is, mert nekik nem lenne szabad ebbe az órába dolgozni. Hát van a cégnek a saját Facebook elérhetősége, telefonszáma, tehát nyugodtan lehet jelezni az ADP-nél, a Városi Területrendezési Igazgatóságnál, és lehet jelezni az Ecolect-nél, ugye ez a megyei hulladékgyűjtő rendszer, és nekik is kell szólni, mert mi többször jeleztük, hogy a csúcsórákban ne álljanak ki, főleg reggel 7 és 9 között van a baj, délután már, mikor az emberek hazafele mennek, már nem annyira nagy a nyomás, de reggel, mikor be kell érni, azért bizony kellemetlen, hogy egy szemetes kocsit kell követni, tehát én többször rájuk szóltam ilyenkor, és kivonták abból az utcakaszból. Tehát lehet szedni például a blokknegyedekbe, de ne menjenek be mondjuk a Kuzavodába reggel, ahol tudjuk, hogy 5 perc is számít. Említette az imént a Szabadság utcát, polgármester úr, azt a Szabadság utcát, amelynek egyrészt most ismét forgalmi rendváltozás történt, és egy másik változás, hogy valamilyen kerékpársávok vannak kialakulóban. Most azért mondom, hogy valamilyen, mert hogy egy igazi kerékpársáv azért, legyünk őszinték, nem ilyen, és hogy ez a kerékpársáv elindul így derültékből, és véget ér egyszer csak. A Szabadság utcai kerékpársáv az már egy 2 éve elindult projekt, amit ugye a civilekkel közösen végigbeszéltük a helyi rendőrséggel, illetve a közlekedési rendőrséggel. Ennek zajlik most a kialakítása, ugye, hiszen a Szabadság utca szélessége megengedi, hogy mindkét oldalon kerékpársáv legyen, viszont itt a parkoló autókat akkor a járdára kell tenni, a járda szélesség viszont megengedi a parkolást. Úgyhogy ennek a folyamatnak vagyunk most a tanúi, ugye a maga biciklisáv az a vasúttól föl van festve egészen a Bölcsészkú utcáig. Az a következő szakasz, ami a Bölcsészkú és a Gát utca között van, ott lesz egy teljes útfelújítás, tehát a nyár folyamán azt fel kell szedni, újra kell aszfaltozni, mert nagyon tönkre van menve az a városrész, és a két utca között, miután megújul, akkor meg lesznek ott is a biciklisávok. Azon a városrészen volt... Meg is van az új, a Szabadság utca alsó felébe, végig van biciklisáv. Én a parkolásra céloztam, hogy ott volt közfelháborodás a parkolás miatt.
Hát most minden igényt nem tudjuk kielégíteni, de a parkolást úgy tudjuk segíteni, hogy a járdán lehet parkolni. A biciklisávra pedig kerül ki egy ilyen fizikai elválasztó, tehát egy ilyen tömörgumiból készült védő, aminek az a célja, hogy az autók ne tudjanak ráhajtani, mert ugye nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy ha csak föl van festve, és az autó úgy érzékeli, vagy nem figyel oda, vagy éppen mobiltelefonozik, akkor nem egyszer kiszorítja a biciklist. Tehát ezért van egy fizikai elválasztó is, tehát hogyha a szélére megy, akkor rögtön a kerék az érzékeli, hogy ott van egy fizikai elválasztás. A bicikliseknek, rollereseknek pedig meg lesz ez a Dozsa-Györggyel párhuzamos bicikliút, ami gyakorlatilag Maroskeresztúrtól lehet használni, és hát ugye a Miorica, vagyis Bárányka utcában ott már el van készülve a biciklisáv szinten, mind a két oldalon leválasztva. Hát Marosvásáron elindult ez az infrastruktúra építés, ami a korszerű 21. századi város. Ahogy meg lesz a Szabadságút, Dózsa-György, ez mind a kettő az idén lezárul, ugye meg lesznek a biciklisávok is. Májusban már a Dózsa-György elkészült szakaszain ugye le lesznek öntve az aszfalt réteg is a bicikli utakon, és nem sokára átadásra kerül az Orvosi Egyetemtől a Kornis negyedik épülő 1,4 kilométeres bicikliút is, ami szintén erre fogja ösztönözni az embereket. Most annak készül a folytatása a tervezésnek, és jövőre azt is átadjuk, hiszen a Kornisától ez a bicikliút el fog haladni a vár területe mellett, ugye egész a főtérig, és ott fog összecsatlakozni majd a Szabadság utcaival, tehát meg lesznek az első ilyen hosszú bicikliutak, ami mondjuk akár 10 kilométeren át lehet menni egy városon rajta. Polgármester úr, a műsoridőnk végéhez közeledünk, a kampánnyal kezdtük a beszélgetésünket, zárjuk azzal, a Magyar Közönytől tart ön a kampány során, illetve a választásokon, mert hogy nem csak a kihívóit kell legyőznie, hanem meg kell győznie a magyarokat, a románokat, a választópolgárokat, és kell segítenie nekik legyőzni a közönyt. Zajlanak a lakossági fórumok itt a polgármester, tisztségben lévő polgármester, vagy az újrázni készülő polgármester, ki az, aki találkozik a városlakókkal? Hát egyértelműen ugye ez a lakossági fórum nem egy kampánytalálmány, ezt végigcsináltuk a 4 év alatt különböző intenzitással. Ez az utolsó széria, ez tavaly szeptemberben kezdődött, hiszen több lakónegyeden végigmentünk, és ugye kezdtük a Kornisán, majd volt a Kárpátok sétányán, volt a Szabadság utcai körzetben, volt Medgyesfalván, volt a Kövesdombon, volt a Tudorba 2 is, és most készülünk ugye az utolsó lakónegyed az Uniriba kimenni, az Egyesülés lakónegyedbe. Itt amit a lakosság meg kell értsen, és a magyarság is, tehát nem lehet úgy dolgozni, hogy közben nincsen semmilyen hiba, vagy nincsen semmilyen fennakadás. Az, aki ma azért elégedetlen, hogy miért dolgozunk, arra azt tudom mondani, hogy Flória viszont nem dolgozott, és amióta véget ért az uralom a Marosvásárhelyen, elkezdődött a munkát. Ennek örüljünk, addig az volt a baj, hogy miért nem történik semmi Marosvásárhelyen. Ugye, ha nagyon képletes akarok lenni, akkor azt mondom, hogy ma Chantier, holnap meg Cartier. Tehát, hogy ez a kettő összefügg. Ugye épülnek a bölcsödék, épül a Belvedere utcai bölcsöde, és fejlesztünk több óvodát, bölcsödét a városban, felújítjuk EU-s pénzekből, helyi pénzekből. Ugye az is egy probléma volt ezelőtt 4 évvel, hogy körülbelül 750 szülő igénye, vagy 750 gyereknek igényenek bölcsödét, a városnak meg volt 350 helye. Tehát most akkor ezeket is mérlegre kell tenni, hogy akarjuk vagy nem akarjuk a fejlesztéseket. Most azért, mert valamelyik ellenjelölt gyorsan kimegy egyet hisztizni, hogy akkor itt mi lesz a gyerekeket, mindenkinek meg lesz a helye, bővül a bölcsöde és bővül az óvoda. És hát szerintem nincs időnk újabb 20 év semmit tevésre, tehát mindenképpen el fog néptelenedni a város, hogyha ez a trend, amit elkezdtünk, ez nem folytatódik, és visszatérünk ahhoz a semmit mondó korszakhoz, amit egy polgármester visz csak azért, mert román. Mert hiszen a Flóriának ez volt az egyetlen érdeme, nem tudok mást felsorolni most hirtelen, hogy mi volt neki. 20 évig nem csinált semmit, alig hívott le EU-s pénzeket, és ez az utolsó, amit elmondok, hogy arányaiban mit jelent ma, hogy dolgozunk a városért. Az utolsó 4 év Flória mandátumban lehívtak összesen 38 millió lejt, mi 3,5 év alatt 312 millió lejt. Ez 8,5-szeres összeg. Persze ebből újulnak az utak, újulnak az iskolák, újult a tömegközlekedés, tehát lehet érezni, hogy mit jelent az, ha felhasználjuk azt a pénzt, amit eddig is használhatott volna a város. Tehát Flória legnagyobb bűne az, hogy
a várost megfosztotta ezektől a pénzektől, vagy elrabolta a vásárhelyektől a jövőképet, és utána meg azt mondjuk, hogy akkor most miért dolgozunk annyit. Tehát ezt meg kell érteni, le fog járni az építkezés, és utána élvezni tudjuk, de kell támogassanak abban, hogy ezt be tudjuk fejezni. És ez a város érdeme. Legyen ez a zárszónk, Sors Zoltán Marosvásárhely polgármestere. Köszönöm, hogy itt volt a 24. Köszönöm és válaszolt a kérdéseimre. Önöknek, tisztelt nézőim, köszönöm a figyelmet. Holnap este 8 órától ismét 24 plusz itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke lesz a vendégem. Ha tehetik, tartsanak velünk holnap is. Legyen szép estéjük. Viszontlátásra.